Köszöntelek benneteket, én a Vendi vagyok, ez itt a Restart, és elkezdtük a mai műsort is. Vannak elérhetőségeink, ezeket tudjátok használni a mai nap folyamán. Szokás szerint a weboldalunkat is nézegethetitek, www.fixhd.tv. Írhattok nekünk e-mailt, restart@fixhd.tv. Telefonálhattok 44 51 349, Facebookon facebook.com/fixhd, lájkolhattok minket, illetve nézhetitek a videót, márhogy az élőadást. Twitchen twitch.tv/fixtv-restart, ott is nézhetitek az adást élőben, oda is kommentelhettek, és van még egy Skype, amin keresztül szintén be tudtok kapcsolódni a műsorba. Majd, ha elindítottam természetesen, de jöjjenek a legfrissebb IT újdonságok, aztán utána lesz majd lehetőség hozzászólni, illetve hát az írásos fórumokon már akár ezt most is meg lehet tenni, és ezekkel fogok foglalkozni a következő alkalommal. Mi ez? Illetve a következő alkalommal, hát most. Ja igen, nem lett átírva a Twitch-re, és figyeljetek már oda, gyerekek. Hát már azt hiszik, hogy a tegnapi adás megy, aztán csodálkozunk, hogy miért ilyen megfogyatkozott a nézőközönség. Jó, kezdjük is akkor rögtön. Elegendő egyetlen gomnyomás az okostelefonunkon, és már is érkezik a segítség. Budapesten bemutatkozott az életmentő alkalmazás. Csütörtök délelőtt az országos országos mentőszolgálat budapesti központjában leplezték le az új alkalmazást, amely minden korábbinál gyorsabbá és egyszerűbbé teheti a mentőhívást a bajba jutottak számára. A balesetet szenvedettek, illetve vészhelyzetbe kerülteknek csak annyi a dolguk, hogy a készülékükön megnyomják azt a bizonyos virtuális gombot, és ezt követően a segítség késlekedés nélkül érkezik. Bízunk benne legalábbis. Amikor valaki a megszokott módon felhívja a mentőket, sok idő elmegy azzal, hogy a diszpécser beazonosítja ugye a telefonáló pontos tartózkodási helyét, amit adott esetben nem is tud megnevezni esetleg, ha éppen balesetet szenvedett. Ezzel szemben az alkalmazás szuper pontos hely meghatározással rendelkezik, és a vészjelzés leadásával egy időben azonnal és automatikusan továbbítja a mentősöknek a koordinátákat, sőt még az épületen belül hely meghatározásra is képes elvileg az eszköz. Az alkalmazásban előre meg lehet adni információkat magunkról, amelyeket egy esetleges mentési tevékenység során nagyon fontosak lehetnek, akár életmentőek is, így például a felhasználó korát, nemét, ismert betegségeit, gyógyszert, ha szed esetleg, illetve gyógyszerekkel szembeni érzékenységét is érdemes megadni az applikációban. Ez főleg akkor fontos, hogyha a bajba jutott a segítség hívást követően esetleg eszméletét veszíti. Az ikonos felhasználói felületnek köszönhetően az appal akkor is segítséget lehet kérni, ha a balesetet szenvedett, esetleg rosszul lát, vagy nem tud beszélni. A PUI adatbázisnak köszönhetően az alkalmazásban megtalálhatók a felhasználókhoz legközelebbi gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok, illetve ügyeletek elérhetőségei is. Hasznos extra továbbá, hogy úgynevezett első segélynyújtó kisokossal is rendelkezik az applikáció, ami közérthető módon vázolja, hogy a mentő kiérkezéséig hogyan és mit érdemes tenni, hát nem feltétlenül magunkkal, hanem esetleg bajba jutott embertársainkkal. A Cseh Medical Information Technologies által fejlesztett szoftver a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének gyümölcseként érkezett meg Magyarországra. Jelenleg 3 országban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában aktív a szolgáltatás, amely a jelenlegi tervek szerint idén ősszel startol el majd hazánkban. Eddig már több mint 1 millióan töltötték le ugye a szomszéd országokban. Android, illetve iOS kompatibilis az applikáció, amelyel az elmúlt 3 esztendőben 30 000 riasztást már le is adtak. A Magyarországon jelenleg éppen lokalizálás és integrálás alatt lévő életmentő applikáció az összes hazai mobil szolgáltató ügyfele számára ingyenesen lesz elérhető, és nem csak hazánkban, hanem az említett országokban is használhatjuk majd. Olyannyira, hogy az adott területeken nem csak a hagyományos, hanem a hegyi, a vízi mentők is riaszthatók a segítségével, ami a sportolás vagy kirándulás során esetleg elég komoly segítség lehet, ugye sokan járnak például Ausztriába síelni, úgyhogy
ott mondjuk esetlegesen egész jól lehet majd ezt az applikációt használni. Tehát életmentő app, majd így tessék keresni. Egyelőre ősztől, most csak bemutatták, nagyon örvendetes abszolút, hogy ilyen applikációt készítenek. Korábban pár hónappal ezelőtt is beszéltünk egy hasonló applikációról, ugye, ami a 112-es szintén segélyhívó applikáció. Szintén hasonlóra képes már most egyébként, tehát hogy szintén küldi az adatokat, információkat, úgyhogy hát érdemes feltenni ilyesmit a telefonunkra, én azt gondolom, hogy manapság elég fontos, hogyha hát nem csak azért, hogyha mi esetleg bajba jutnánk, hanem ha esetleg látunk valakit az utcán, hogy bajban van, akkor tudjunk minél gyorsabban segítséget hívni. És ha már segítségnyújtás, maradunk még mindig az egészségügyben, világszerte megszokott gépkocsik helyett autonóm drónokkal szállítja az orvosi mintákat az USA egyik államában a UPS. Vagy UPS, Magyarországon is jelen lévő ugye futár cég, csak hát itt nálunk még nem nagyon drónoznak. Már 2 éve is lehetett arról hallani, hogy Magyarországon egyelőre elképzelhetetlennek tűnik egyébként az a fejlesztés, amiben belevágták a fejszélyüket a svájci Lugano városában, ahol az állami posta drónokkal viszi ide-oda az orvosi mintákat. Azért előnyös ez, mert ugye a labor minták nem nehezek, így a szállításuk túl sok erőt nem igényel, a gyorsaságra viszont szükség van, sok esetben életek is múlhatnak rajta, milyen gyorsan érkezik meg egy-egy eredmény. Hát itt nálunk jelen esetben pont egy mai információ, 3 hetet kell várni egy vérképre. Hát azért az gyönyörű. A szövettanra ugyanennyit. Tehát, hogy ha valakinek olyan problémája van esetleg, ami mondjuk mindkettőt érinti, akkor az 6 hét. Na most mondjuk egy rákos beteg esetén az már lehet, hogy nem egészen egészséges dolog ennyit várni. Itt tartunk, van, ahol ezt drónokkal oldják meg, van, ahol pedig várunk életünk végéig gyakorlatilag. Ezen lenne mit fejleszteni, nem csak a kupolás bolha cirkuszba ülőknek, mondom úgy mellesleg. Na mindegy. A drónokkal pedig ugye kikerülhető a városi közlekedés, és főleg az abban alakuló dugók, mert hát ugye minél gyorsabban érjen oda az a minta, hogy minél gyorsabban tudjanak vele dolgozni. Már ha van valaki, aki dolgozik rajta, ugye ez se utolsó szempont. A svájci fejlesztésen is dolgozó Matternet-tel együttműködve, most a UPS futár cég indított el egy pilot projektnek számító programot Észak-Karolina államban, az Egyesült Államokban, a WakeMed kórházban, a Szövetségi Légi Közlekedési Hivatal és az Észak-Karolinai Közlekedési Hivatal felügyelete mellett, illetve nekik jóváhagyásával jelenleg az orvosi minták többsége a WakeMed egészségügyi centerrendszerébe futárautókkal történik. A drónos program a Matternet M2-es quadcopterét használja, amely újra tölthető lítium-ionos akkumulátorral üzemel, a hasznos terhelhetősége közel 2,5 kg, és több mint 20 km távolságra is képes elszállítani egy-egy küldeményt. A szakemberek orvosi mintát, például vérmintát töltenek egy biztonságos dróntartályba. A drón egy speciálisan kiképzett távoli pilóta felügyelete mellett egy előre meghatározott repülési útvonal mentén szállítja el a kórház fő központi patológiás laboratóriumában található rögzített leszállóhelyre, és hát gyakorlatilag oda megy a drón, igazából ezt még idővel lehet automatizálni is majd, tehát ugye most pilóta vezeti még távolról, de később akár a drónnak meg lehet mondani, hogy merre menjen, azt megy az magától is gyakorlatilag, tehát majd ez egy további fejlesztés. A UPS hangsúlyozta, a drónok alkalmazásával lehetőség nyílik a késések elkerülésére, az orvosi szállítás hatékonyságának növelésére, a potenciális életmentő vizsgálatok gyors elvégzésére, és ami haba tortán, mindez alacsonyabb költségek mellett lehet megtenni. Tehát olcsóbb az ilyen jellegű szállítás, mint az egyébként mondjuk gépkocsival történő szállítás. Úgyhogy hát csak bízni tudunk abban, hogy ez egyszer itt Magyarországon is elérhetővé válik. Sajnos még Amerikában is, hogy halljuk, ez egy tesztprojekt, de én azt gondolom, hogy elég nagy szükség lenne rá, hogy ez működjön itt nálunk is. Persze egyéb más dolgokra is szükség van hozzá, például orvosra, de ne menjünk bele ezekbe a dolgokba szerintem most.
Menjünk tovább. Nem tartott sokáig, megint lenyomta az Apple a Microsoftot. Alig 4 hónappal azután, hogy a Microsoft közel 2 évtized után először ismét visszahódította magának az USA legértékesebb vállalatának címét a tőzsdén az Apple-től. Utóbbi ismét letaszította őt a trónról. A héten ugyanis az almás vállalat tőke kapitalizációja ismét meghaladta a Redmondi koncernét. Bár nem sokkal, így kettejük között továbbra is éles csata dúl. A fordítás kedden sikerült az Apple-nek, amikor is a részvény árfolyamok kedvező változása folytán hónapok óta először sikerült neki. Nagyon nagy számok jönnek. 914,86 milliárd dolláros kapitalizációval beelőznie a csak 914,45 milliárdot érő Microsoftot. Tehát gyakorlatilag ugyanannyit ér a két cég, az egyik az egész 8, tehát 914,86, a másik szintén 914,45. Pozícióját aztán szerdán is tudta tartani a vállalat, mert hiába nőtt egy nap alatt 920,43 milliárd dollárra a Microsoft részvényeinek összértéke, az almás papírokat még többre 921,12 milliárd dollárra értékelte a piac. Úristen, mennyi pénz az, te szent Isten. Tehát Dagobert bácsi azt kutya füle, szerintem. Ugye már... Ez egyben azt is jelenti, hogy hát szorozzátok föl, ugye dollárról beszéltünk, mennyi most a dollár, ilyen 280-290 között mozog valahol, szorozzátok föl annyi, és akkor meg tudjátok, hogy ez forintba mennyi. Tehát, hogy... Jaj. Na, tehát ez egyben azt is jelenti, hogy mindkét cég továbbra is tart az 1 billió dolláros tőke kapitalizáció felé. A kérdés, hogy melyikük fogja először átlépni ezt. Az Apple korábban egy rövid ideig már járt a lélektani határ felett is, a Microsoft papírja azonban még soha nem érte el ezt az értéket, úgyhogy hajrá! Mindkét vállalat esetében a felhőszolgáltatások azok, amik egyébként... amiknek a bejelentése, illetve erősödése volt az, ami a papírok értékét az utóbbi hónapokban felfelé tolta, így várható, hogy a cégek a jövőben erre a területre fognak még jobban koncentrálni. Ez egy kicsit nekem olyan furcsa, hogy az Apple-nek felhős szolgáltatása, miről beszélünk, arról az iCloud-ról, amit egyébként a Google-től bérel, vagy... Na mindegy. És hát a Google szerverein fut, mondjuk ettől függetlenül az övé, ez kétségtelen, tehát most... Attól még lehet egy cég sikeres, hogy bérli a, nem tudom, az irodaházat, amiben van, tehát hogy az sem biztos, hogy az övé, de egyébként ugye az Apple-nek saját kampusza is van. Jó, hát szerintem mindenki hallotta, bár itt a Restartban nem nagyon beszéltünk róla, de most egy picit beszélünk róla, mert hát egyszerűen szó szerint katasztrofális a dolog, hogy ugye nemrégiben több Boeing 737-es MAX típusú repülőgépnek is sikerült a földbe csapódnia egy szoftverhiba folytán, mint utóbb kiderült a fekete dobozokból, és hát ugye a Boeing szoftverfrissítést is eszközölt, de sajnos a javítófolt is hibás, és az azért az elég durva, én azt gondolom. A Boeing a héten elhalasztotta annak a javító foltjának a kiadását, ugye a 737 MAX repülőihez, aminek közzétételét a cég még a múlt hónap végén jelentette be. A cég indoklása szerint további munkára, illetve hát ugye időre lenne szükség a javításhoz, azzal ugyanis a hatóságok jelenleg nem elégedettek, így nem is adnak engedélyt a telepítésére a problémás gépeken. Mint korábban volt róla szó, ugye a Boeing azt követően döntött egy patch kiadására a szóban forgó repülőihez, ugye itt tartunk, hogy viszonylag rövid időn belül annak két példánya is lezuhant gyanús körülmények között. Utóbbi miatt a gépeket világszerte kivonták a forgalomból a repülőgép társaságok, illetve hát a hatóságok, és a gyártó ezek után jelentette be azt a bizonyos javítást, amely ezt az úgynevezett átesés gátló rendszerét érinti a repülőnek. Tehát ez az a probléma, ami miatt lezuhant, hogy az átesésgátló úgy gondolt, hogy nem kell megakadályozni, hogy átessen a gép, ezért ő szépen átbukfenceltette és beleállította ugye a földben nem sokkal a felszállás után. Kétszer is. Ettől nyilvánvalóan mindenki azt remélte, hogy újra lehetővé teszi majd az érintett repülők újbóli csatarendbe állítását,
de arra jelek szerint egyelőre mégsem kerülhetett sor. Azt jelenleg nem tudni, hogy a mostani halasztás milyen késlekedést jelent majd. Jelenleg valószínűnek tűnik, hogy a javítás elfogadására legkorábban csak nyár elején kerülhet majd sor. Azért az elég durva, nem? Hogy van egy repülőgép, vagy nem tudom, szoktatok-e repülni, vagy repültetek-e már. Gondolom van olyan közöttetek, aki rendszeresen van, aki meg még lehet, hogy nem is repült. Hát az most lehet, hogy nem is fog egy darabig, legalábbis 7.37 megszáll, biztos nem. Lehet, hogy ebből a kifolyólag most, hogy hallja ezeket a híreket, egyáltalán nem mer majd felülni egy repülő, és ez egy elég szomorú dolog. Tehát azért a repülés, mint úgy, most már azért mondjuk úgy, hogy elég nagy hagyományokkal rendelkezik, tehát már gyakorlatilag aktív légi közlekedés a, nem tudom, 1940-es évek óta van talán, itt Magyarországon is azt hiszem az 50-es, 60-as évek óta már van bőven. És hát azért mondjuk ki, azért ahhoz képest, hogy hány repülő van a levegőben, mindig leszáll persze, vagy leesik egyszer onnan, de azért viszonylag kevés zuhan le. Szokták is mondani, hogy a repülő a legbiztonságosabb, ami ebből a szempontból egyébként nem igaz, mert ha megnézzük, hogy számszedileg hány repülő van és hány autó, akkor azért, ha egy repülő lezuhan, az a statisztikán elég nagyot tud dobni, míg az autók oké, hogy sokkal többször karamboloznak, de sokkal többen is vannak. Tehát ugye ezt a jellegű hozzáállást, ezt most hagyjuk. De azért eddig, mondjuk ki, a repülés viszonylag biztonságosnak számított, ugye egy-két esetet esettől eltekintve, meg hát nem várt körülményektől. Na de azért az, hogy egy szoftverhiba okozzon ilyet, ugye itt folyamatosan az egész világunk afelé tart, hogy mindent az mesterséges intelligencia irányít, minden automatizálva, a repülőgépeknél egyébként már nagyon régóta szinte minden lehet automatizálni, tehát a pilóta az csak azért van ott, hogy a biztonság kedvéért. Szinte mindent magától csinál a repülő, néha persze azért vannak olyan dolgok, amikor a pilótának is be kell avatkozni, vagy a felszállást, leszállást ők szokták általában csinálni, de egyébként meg tudná csinálni a gép magától is. És akkor itt kiderül, hogy ilyen szoftverhiba, hogy hát most úgy gondolja a program, hogy itt most meggátoljuk ezt az átesést, amit nem is értek. Tehát, hogy miért, hogy lehetne egy átesést? Hát azt csak meggátolni szabad. Miért lehet ezt kikapcsolni? Miért kapcsolja ki a szoftver ezt? Nem értek annyira a repülést, ez nem akarok okoskodni, csak azért az eléggé elkeserítő, hogy egy repülőgépben egy szoftver, egy esetleges rossz szoftver frissítés az, mert oké, refrissítjük a telefonunk firmware-jét, vagy a routerünk firmware-jét, hát mi lesz, elmegy a net, húha, na de egy repülőgépen lefrissítenek egy szoftvert és lezuhan, azért az elég necces, én azt gondolom. Úgyhogy pláne a világ legnevesebb repülőgép gyártójáról beszélünk, ugye a Boeingről, nem gondolom, hogy nagy reklámot csinálnék neki, mert nem hiszem, hogy most mindenki rohan és vesz egy repülőt magának, úgyhogy ezt nézze el nekem a kedves médiahatóság, de azért ez elég furcsa, én azt gondolom, úgyhogy hát csak és kizárólag akkor tessék tényleg ezeket a gépeket, ez az én tanácsom, ha lehet ilyet mondani, ha már ez egy tanácsadó műsor, csak és kizárólag akkor tessék ezeket a gépeket újra csatarendbe állítani, hogyha már tényleg 100%-osan megbizonyosodtak róla, hogy ez a szoftver jól működik. Egyébként nem is értem ezeket, hogy tesztelik. Tehát, hogy így megcsinálják, legyártják a gépet, föltöltik a szoftvert, fölküldik a repülőt, és akkor vagy lezuhan, vagy nem. Ha igen, akkor pipa, mehet forgalomba, ha meg lezuhan, akkor meg nem. Tehát, hogy jaj. Jó, gondolom nem mennyire egyszerű ez, nem akarom elbagatelizálni, mert hát sajnos itt elég komoly emberi életek múltak már ezen, és múlnak is a jövőben, úgyhogy nem játék ez. Menjünk tovább. Hát a Facebook sem teszi zsebre a következő botrányát sem, ugyanis hát még mindig adatszivárgás, nem is kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is a Facebook felhasználók, hát nemhogy tömkelegét, gyakorlatilag hát majdnem, hogy az egyharmadát érinti. 540 millió Facebook felhasználó adatát őrizgették, még csak jelszóval sem levédett szervereken. Egyre inkább helytálló az a megállapítás, amely szerint a Facebook elég gyakran véd katasztrofális hibákat, ha a felhasználói adatokról van szó. Egy hónapja sincs, hogy kiderült, az oldal titkosítás nélkül egyszerűen szöveges formában tárolt több százmilliónyi jelszót. Aztán elég egy napja érkezett hírek arról, hogy a hálózat jelszavakkal együtt kér be e-mail címeket, ami persze utóbb kiderült, hogy azért ez nem így működik.
Ennyi probléma egy egész évre elegendő lenne, a dolognak nincs vége. Az UpGuard kiberbiztonsági cég egyik új jelentése szerint több 100 millió Facebook felhasználó adataira bukkantak két olyan szerveren is, amelyet bárki elérhetett annak idején, illetve hát a rajta tárolt információkat, ugyanis még csak jelszó sem védte. Ez azért is baj, mert a 146 gigabájtos adatcsomagban a felhasználók által írt hozzászólások is kereshetők voltak, így pedig az is, hogy ki is írta azokat és mikor. Tehát gyakorlatilag a csetek, logok, minden benne van. Elég gáz. Az UpGuard azt is közölte, kik felelősek a felelőtlenül tárolt állományokért. Az egyik egy mexikói székhelyű médiacég, amely a Kultika kollektívához köthető, a másik pedig a kaliforniai At The Poolhoz. Utóbbi az inkább problémásabb, ezek mögött ugyanis bejelentkezési információk is találhatók, tehát e-mail címek, vagy felhasználónevek és jelszavak. A tároláshoz használt szervereket az Amazon üzemeltette egyébként, mostanra mindkettőt lelőtték, már hogy a szervereket, nem az Amazon, mert hát azért ne lehessen már elérni ezeket. A Facebook úgy reagált, hogy kifejezetten tiltják, hogy a velük együttműködésben álló cégek bármilyen adatot publikus szervereken tároljanak. Az említett cégek egyébként nem reagáltak az UpGuard megkeresésére. A Facebook szerint nincs jele annak, hogy az adatokat bárki is bárhonnan felhasználta volna, de a dolgot nem hagyják annyiban. Ha nagyobb biztonságban szeretnétek tudni az adataitokat, akkor természetesen tessék a Facebookon jelszót váltani, két lépcsős azonosítást bekapcsolni. Hát, vagy pedig aki úgy gondolja, törölje magát. Most már merem én is ezt mondani komolyan ezek után. Tehát, hogy vagy egyszerűen csak ne tegyetek fel olyan adatot magatokra, amit nem szeretnétek, hogy más tudjon. Mert ugye azt se felejtsük, hogy ez egy közösségi oldal. Tehát, ha oda kiteszel valamit, ugye azt tudjuk kapásba, hogy maga az internet ilyen, ami egyszer oda kikerül, az ott marad. Még akkor is, ha azt esetleg letörlöd, jó esetben ott marad. A Facebook is ilyen, tehát, hogy nem felejt. Úgyhogy, ha nem akarsz magadról bármilyen információt megosztani, akkor ne tedd föl, ne tedd közkincsé az interneten. Ez ennyire egyszerű. Ezt tudom tényleg csak tanácsolni. Amúgy pedig a közösségi megosztásnak, meg a közösségi életnek, és az ilyen jelvű, ezzel kapcsolatos adatok megosztásának, én azt gondolom, nincs különösebb probléma vele. Vannak olyan nézőpontok, amik szerint igen, mert hát egyébként milyen GDPR-okat sért már az, hogy föltesz amit a Facebookra, és az tudható rólad. Hát ugye a GDPR pont arról szól, hogy senkiről semmit nem lehet tudni. Na de amit te osztasz meg, akkor ennyi erővel. Na mindegy, tehát ez is egy érdekes dolog, de ebbe sem menjünk most így igazából bele. A lényeg, hogyha nem akarsz valamit tudatni magadról a nagyvilággal, akkor azt ne tudasd. Ez ennyire egyszerű. Ha meg tudatod, akkor utána ne károgjál utólag, hogy ezt miért tudják, mert hát te osztottad meg, ugye? Az más kérdés, ha nem te osztottad meg, és mégis tudják. Na, az a GDPR. Na, illetve GDPR probléma. Jó. Mondjuk a jelszó az ilyen, tehát, hogy azt valószínűleg nem megosztja az ember, hanem a rendszer kéri az azonosítást. Most nem azért, hogy azt ugyan kikerüljön az internetre, vagy valaki harmadik félhez kerüljön. Windows 10 verziók támogatása szűnik meg. Ugye erről beszéltünk, lehet, hogy tegnap is feljött témaként. Több operációs rendszer változat a jövő héten kapja meg az utolsó frissítő csomagját, így aki ezeket használja, minél előbb térjen át a legújabb verzióra, már amennyiben a számítógép ezt engedi, hiszen ugye támogatnia is kell ezt. Nem csak a Windows 7 operációs rendszer megy nyugdíjba, ez a sors vár a Windows 10 elavult kiadásaira is, mert hogy ilyen is van már neki. A Windows 10... Enterprise 16.07-es, a Windows 10 Education 16.07-es, a Windows 10 Home 17.09-es. Tehát gyakorlatilag a 3-mal ezelőtti verzió, ugyanez a Pro-ból is, tehát a Windows 10 Pro 17.09-es változatok jövő héten, vagyis április 9-én kapják meg majd az utolsó frissítésüket a Microsoft ütemezése szerint. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet használni a jövőben, csak nem kap frissítést. Aki még mindig ezeket az operációs rendszer kiadásokat használja, tovább kell fejlesztenie, illetve frissítenie egy új változatra ahhoz, hogy továbbra is megkapja a számítógépére a biztonsági javításokat, illetve funkció frissítéseket. Javaslom, ezért
illetve nem csak, hogy én javaslom, hanem normális esetben alapból egyébként ugye frissülnie kellett volna már a szoftvereknek, kivéve, ha valakinek ez nem frissül magától, akkor az azt jelenti, hogy nem támogatott az ő számítógépe már. Ugye én is jártam így, nekem is van egy kis PC-m, egy ilyen kis PC stickem, ami odébb ülök, hogy a felirat az így jó legyen. Jó lesz? A Twitch-en, mert hogy ott mindjárt teszünk ki szövegboxokat is. Szóval, hogy nekem is van egy ilyen kis PC stickem, amit így igazából nem nagyon használok, már régen használgattam így otthoni netezés, hogy ne kelljen laptopot elővenni, tévére rákötve, és akkor egy kis mini számítógép, és az annyira, de lehet, hogy ezt már meséltem, annyira régi, és annyira kevés a tárhely rajta meg minden, hogy egyszerűen nem is tudtam lefrissíteni gyakorlatilag, és nem is, tudom kiderült, nem is támogatott a frissítést, a legújabb Windows 10 verziót már nem lehet rá föltenni. A 17.09-es van azt hiszem rajta, vagy lehet, az volt rajta, és azt föl is lehet rátenni, azon kívül nem. Tehát én például már beleesek ebbe a csapdába, hogy nem tudom lefrissíteni a Windowsomat, ha akarom, se kénytelen vagyok a legrégebbit használni. Az meg ugye egy idő után nem lesz biztonságos, tehát, de még mindig biztonságosabb, mint ha régebbi operációs rendszert használnék. Ezt azért tegyük hozzá. De nem baj, teszek rá Linuxot, az kész. Az ugye, az, annak nincs akadálya. Olcsóbbak lettek az iPhone-ok, árcsökkentést hajtott végre az Apple Kínában. Tehát Kínában lettek olcsóbbak az iPhone-ok, részben kihasználva az általános forgalmi adó mérséklését. Nézzék csak meg! Ha-ha. Kínában még az áfa is csökkent. Többen engedhetik meg maguknak Kínában a legújabb generációs okostelefonok megvásárlását, mivel az Apple átlagosan 6%-kal csökkentette árait a hatalmas népességű távol-keleti országban. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ebben segítségére volt az almás cégnek az általános forgalmi adó, vagyis az áfa, 16%-ról 13%-ra való csökkenése. Figyelitek? Nálunk mennyi? 27? Kínában 13. 13. Hm? Fele? Több, mint a fele? Vagyis kevesebb, mint a fele? Inkább úgy mondom. Hm? Üzenném már megint csak ott a Kossuth térre. Ezt az adóváltoztatást használta ki egyébként Kínában mostanában rosszul teljesítő Apple, amelynek nem csak az iPhone-ok, hanem az iPad-ek, Mac-ek, illetve iPod-ok ára is ugye ezáltal mérséklődni tudott. És akkor még egy kis politika. Ma úgy látszik, ilyenek is vannak. Ne haragudjatok, de hát ilyen vonat. Tehát már az IT-ból se tud kimaradni. Erősödik az internetes cenzúra Oroszországban. Felszólították a VPN szolgáltatókat, hogy a szervereiket kapcsolják rá a média hatóság hálózatára. Az milyen VPN már? Tehát, hogy így a VPN-t rákapcsolni a média hatóság hálózatára? Dupla proxy legalább, tuti biztonságos. Persze csak viccelek. Az orosz média és hírközlési hatóság, ott is nemzeti van, a Roskomnadzor, Nabukodonozor, arra utasított 10 VPN virtuális magánhálózati szolgáltatót, hogy a szervereiket kapcsolják rá a hatóság hálózatára. Azok így akarják megakadályozni a felhasználói hozzáférést a tiltott helyekhez. Vannak tiltott helyek? Aki a felszólításnak nem engedelmeskedik, annak blokkolják a szolgáltatását. A 10 szolgáltató közül legalább 3, az IPVN is, a NordVPN, illetve a Torgard Says azt mondja, hogy lekapcsolják oroszországi szervereiket, de továbbra is kínálják szolgáltatásaikat az orosz fogyasztóknak, ha azok el tudják érni valahogy Oroszországon kívülről elhelyezkedő szervereiket. A moszkvai székhelyi Kaspersky viszont eleget tett a parancsnak, hát igen, azokat ismerjük. A többi szolgáltató válaszát egyelőre nem lehet tudni. Az IPVN is szerint a lépés az oroszországi internetes cenzúra erősödését jelzi. Még ugye 2017-ben született egy törvény, ami megtiltja a VPN-ek használatát a blokkolt webhelyek elérése céljából, de a hatóságok idáig nem erőltették ennek betartását. A jelek szerint azonban ez most megváltozott. Ezt egyébként én nem teljesen értem, de oké. Tehát, hogyha mondjuk, gondolkodjunk egy kicsit. Mondjuk azt mondjuk, hogy a fixed
hd.tv oldalt, mondjuk beállítjuk, hogy nem lehet elérni Oroszországból valamiért, mert mi úgy gondoljuk, hogy ne nézzék az oroszok a fix HD oldalát, de csinálunk egy VPN hozzáférést, amivel mondjuk pénzért, mert hát miért ne, ne adhatnánk pénzért tartalmat, elérhetik. Akkor Putyin megtiltja, hogy elérjék? Ez milyen már? És nekünk be kell kötni magunkat az orosz szolgálatokhoz majd, hogyha egyáltalán meg akarják nézni a fix HD oldalát? Ez valami agyrém egyébként, tehát hogy mit akarnak ezzel elérni? Nem kérdés, vagyis hát a kérdés az egy jó kérdés, költői volt inkább, nem válaszolok inkább rá, mert onnantól kezdve megint politikába mennénk át. Jó, na, hát ennyi akkor hírekből, nézzünk hozzá szólásokat. Ha még marad időnk, akkor majd persze még mondok egy-két újdonságot is nektek. facebook.com/fixhd, illetve twitch.tv/fixtv, restart, ott is nézhetőek vagyunk. Nézzetek ott is bennünket, és kérdezzetek, szóljatok hozzá. Azt mondja, hogy üdvözöljük Gergelyt, Edmundot, Andrást, Györgyöt, vagy György írja is, hogy a Boeing 737 maxokat kivonták a forgalomba mindenhonnan egy ideig, amíg nem oldódik meg a dolog, a többivel meg lehet repülni, sokszor bizonyítottak. Tudom, tehát, hogy meg ez oké, ez teljesen magától értetődő valamilyen szinten, meg hát azért a Boeing 737-esekből is többféle van, azért a Max az csak egy bizonyos típus, viszonylag új egyébként, ezért is van velük gond, bár egyébként elég sok szállt az elmúlt években ebből a típusból is, és nem történt ilyen probléma. Nagy valószínűséggel, ahogy most is egy szoftver frissítést halasztottak el, ott egy szoftver frissítést cseszte el ezt a dolgot. Tehát, hogy szomorú. Szomorú a dolog. Oké, itt van velünk Robi is, itt van velünk anyukám, szia anyu. Gerge írja nekünk, szia Vendi, a telefonomhoz szeretnék külső mikrofont használni, ezt úgy tervezem, hogy OTG kábel segítségével összekötöm a telefont és a diktafont. Szerinted működhet ez a koncepció, vagy totál hülyeség? Hát ez igazából szerintem a diktafontól függ, vagy most nem értem az OTG-t, azt, hogy tehát az OTG, tehát hogy USB-n hozzá tudod kötni a diktafont a bármihez is? Mert, és az tehát, hogy azért érdekes, mert USB-n általában a diktafonok, amiket én ismerek, nem nagyon ismerem őket a diktafonokat, de persze már láttam viszonylag jó diktafonokat, amik úgy működnek, hogy USB-n keresztül ők igazából csak az adatot engedik magukról lemásolni, tehát nem tudom, hogy azok úgy mikrofonként működnek-e. Tehát, hogy ugye kérdés, hogy az USB csatlakozón keresztül használható-e mikrofonként a diktafon. Mondjuk ezt a számítógépen is ki tudod próbálni, de hozzákötöd a számítógépethez, ha megjelenik, mint audio eszköz, esetleg mikrofon eszköz, akkor esélyes, hogy a telefonnál is tud működni mikrofonként. Bár félek attól, hogy ugye ez ilyen hangkeverő eszközként, vagy hangeszközként jelenik meg, ergo hangkártyaként működik. Tehát, hogy ez nem csak a mikrofon részét, hanem a füles részét is azt fogja használni. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez így működhet el. Tehát, hogy figyelj, kipróbálhatod, max nem működik. Én akkor már inkább úgy kötnék külső mikrofont a telefonhoz, mert lehet ilyet csinálni. Ugye a headsetek is ilyenek, tehát van egy headseted, ugye múltkor mutattam a csatlakozó fajtákat, lehet kapni olyan kábelt egyébként, ami tud belőle csinálni két kábelt, two kábel, ugye? És a két kábelből az egyik egy mikrofon, mint a egyébként a számítógépekhez használható fülhallgatók. Van egy mikrofon, meg van egy füles része. Na, ilyet tud belőle csinálni. És ugye csinál belőle egy ilyen három tagolású jack csatlakozót, amit be tudsz dugni a telefonba. És ha annak csak a mikrofon részébe dugsz valamit, akkor az gyakorlatilag ugye akár egy bármilyen mikrofont rá tudsz onnantól kezdve dugni, és külső mikrofonod van. Ezt tudom így hirtelen mondani. Ezt a diktafonos ötlet, nem azt mondom, hogy totál hülyeség, ki kell próbálni, működik-e, lehet, hogy működik, és azért, hogyha jó minősége a mikrofon, tehát milyen zoom mikrofonja van, vagy valami, akkor azért az elég jó minőséget lehet hangban elérni. Van telefonálónk. Halló, halló! Halló! Itt vagyok. Halló, szia, parancsolj!
Szervusz, Szörényi Tibor vagyok. Hello, Tibor. Régi nevén a Mobil Tibi. Mobil Tibi, szevasz, igen. Ilyen régen jelentkeztem. Igen. Múlt héten egyik kedves néző mondta, hogy a Mindig TV-n meg fog szűnni az adásotok. És tényleg igaz, utána néztem. Tényleg? Akkor csak én vagyok lemaradva. Igen. Beírtam, hogy Mindig TV, Fix TV, és tényleg ott van a felhívás május 1-jével. Érdekes. Jó, hát akkor mindig tanul az ember. Én is érdekesnek tartottam egyébként. Tessék? Én is érdekesnek tartottam. Nem jelenti azt, hogyha én nem tudok róla, hogy ez nem így van. Tehát, hogy... Persze, csak mondom, hogy utána néztem, tényleg így van. Uh-huh. Viszont az új weblapotokon meg csodálatosan lehet mobilon is nézni. Persze, így van. Jó van, oké. Okay. Jobban működik. Vagyis hát nem örülünk az információnak, nem fog veszíteni. De legalább tudjuk. Így van, így van. Úgyhogy nézlek továbbra is. Oké, okay. Köszönjük Tibi. Hello, köszönöm. Hello. Furcsa nézőktől kezd megtudni, de ezt majd megbeszéljük a főnökkel. Na, a Norman Chester írja nekünk, ott is nemzeti van, ez tök jó. Tényleg jó lenne, ha régi adásokat is feltennétek, tegnapi adásban volt róla szó, én is megnézném retrózásból egy-két régi részt, amiben mondtad, hogy megjelent az Internet Explorer, 9 vicces volt. Hát ez már jó rég volt, az nagyon régi, tehát az a baj, hogy az jogút, tehát, hogy nem jogutód, hát most nem akarok ilyen jogi dolgokba belemenni, de a régi Fix TV az nem, az új Fix TV nem a réginek a jogutódja, ugye ezt így szokták mondani, ergo azokat a felvételeket itt nem fogja tudni azt, tehát mindegy, ami olyan, azt majd valahogy megpróbálom én megszerezni a kedvetekért, aztán majd valahol föltesszük, jó? Aztán... olvastam, itt most direkt nem akarom ezt mondani, mert most igaz, hogy ma esett szó politikára, én nem nagyon szeretek politizálni itt a műsorban, a Restartban nem annyira, maximum így érintőlegesen oda böffentek egy-két dolgot, ha csak nekem is szabad már, úgyhogy ne menjünk ebbe bele. Amit most ide posztoltál, Norman, jó, hogy a Google kitől vonta meg melyik fake news portáltól a támogatását, mert akkor jöhet a pro és kontra, hogy most akkor attól miért, attól meg miért nem, és akkor majd itt belemegyünk olyan vitába, ami tök partalan, úgyhogy szerintem ezt most hagyjuk abba. Miklós írja nekünk, szia Vendi, vettem a napokban egy 120 gigás SSD-t, meglepően lement az áruk, 6000 forintért vettem. RAM-ot szintén 2x4 gigát DDR3-asat, 14000 forintért. Aki akar gépet fejleszteni alapszinten, az most tegye. Üdv, jó a műsor. Köszönöm, bár a DDR3-as memória az nem annyira gépfejlesztés, bár attól függhet, hogy olyan géped van, ugye, amiben még az kell. Bár egyébként most hülyeséget mondtam. Látod, amikor az ember... Én is tök hülyeséget mondtam. Az enyémben is DDR3-as van, aztán az annyira nem rossz gép ez. 6. generációig azért még használtak DDR3-asat, úgyhogy visszamondtam. Jó? Tehát, hogy igen, tény, hát beszéltem róla, és egyébként van is egy ezzel kapcsolatos hír még, pont itt, ha jól tudom, ha megtalálom. Igen. Ugye arról beszéltünk, hogy durván esett a memóriák ára, és újabb durva áresés fog következni egyébként a memória modulok piacán, miután ugye az év első negyedében 20%-kal már csökkent, az elkövetkezendő negyedében újabb durva áreséssel lehet számolni a memória modulok piacán. A PC-s memóriák ára ugyanis a következő 3 hónapban újabb 15-20%-kal zuhanhat, amit a rákövetkező negyedévben még durvább csökkenés kísér. De végül majd ingyen osztogatják a memóriákat, így mész az utcán, aztán memóriát vegyenek. Ugye? Legalábbis ezt állítják ugye iparági pletykák, amiknek azért az információi szerint az idei év második és harmadik negyedévére vonatkozóan a szóban forgó mértékben csökkentek ugye a DRAM modulok eladási árai. Az újabb csökkenés oka, hogy a gyártók és a nagykereskedők még mindig óriási túlkészletekkel rendelkeznek a memóriákból, amiket így legalábbis a korábbiakhoz képest nyomott áron kénytelenek eladni. Egyébként ez is lehet az oka annak, hogy a DDR3-asok ilyen olcsók. A DDR4-esek se drágák, tehát azoknak is csökkent az ára, de a DDR3-asoknak még jobban, mert hát ugye úgymond kifutó modell,
És hát azok, hogy mit kezdjenek, ha már úgy, már mindenhol inkább a DDR4-et alkalmazzák. Úgyhogy jelenleg nem tudni, hogy ez követő időszakban mi fog történni, ezek ugye maximum csak jóslások, de többen azt jósolják, hogy majd még jobban fog esni. De hát ez annak függvénye lesz, hogy a keresleti oldalon jelentkezik-e majd változás az eddigiekhez képest. Tehát ha most mindenki memóriát fog vásárolni, bár pedig én arra buzdítok mindenkit, tehát ha olcsó, akkor kell venni, ugye? Tehát ez is kicsit olyan, mint a tőzsde. Meg úgy egyébként is, hát ha akciós valami termék, akciós a csirkefar, hát akkor van tele az Osan, ugye? Hát most ezzel nincs probléma. Vagy a Pszkó. Úgyhogy, de ha meg sokra lesz a kereslet, akkor újra felemelik az árát. Tehát akkor úgy mondom, hogy csak szépen óvatosan menjetek memóriát venni, nehogy visszaemeljék az árát, jó? Tehát, hogy csak settenkedve menjetek, mint a Tibi, ugye, mi az kolbászt lopni, vagy szalámit, úgy menjetek memóriát vásárolni, jó? Jó. Ja, miért nézem a híreket? Ja, azért, mert ez is közte volt. Oké. Úgyhogy Miki, jól jártál akkor, hogyha most vettél memóriát, bár lehet, hogyha két hónap múlva vesztél volna, akkor még durván. Hát durván nem, mert most őszintén, tehát mit mondtad, hogy 6000 év vettél SSD-t, meg 14 ér memóriát, most ha még 20%-kal lemegy, akkor na bum, akkor lehet, hogy két hónap múlva, mit tudom én, 12 ér veszel memóriát, az SSD meg ennél lejjebb nem fog szerintem azért menni, mert ez már így is ilyen lélektani határ, tehát 6000 forint, de most miről beszélünk? Egy rekes sör ára, kb. Nem? Most... Ennél lejjebb azért szerintem nem fog menni. Aztán Dani írja, hogy a headset mikrofonját is lehet külső mikrofonként használni mobilhoz. Hát lehet, hát persze, az ahhoz van. Tehát ugye a headset, rajta a füles, mikrofon, hát mi, persze, azt használod, ha a headsetet használod, nem? Sima fülhallgatót is beledughatsz, akkor viszont csak hallani hallod a mikrofon része, mivel nincs ott a mikrofon, ugyanúgy a telefonnak a mikrofonját fogja használni, jó esetben. Mert már láttam olyat, hogy mute-olt, tehát nem volt mikrofon, kus volt, nem volt mikrofon a headseten, és kus volt, nem adott ki hangot magából, és nem működött a beépített sem, tehát ez nem tudom, milyen headset volt. Valami zárlatos volt benne, úgyhogy, de alapesetben igen, hát az headset az úgy mikrofonnal együtt van. Aztán Gerge írja nekünk, eltaláltad a márkát, Wendy, Zoomot használok, pontosabban egy H1-es típusút, ami képes mikrofonként is működni. Egyébként voltak már kisebb, akik a Windowsnál, hogy a hangszórónak érzékelt, ami elég vicces volt. Ezt mondom, tehát, hogy ő egy hangkártyának érzékel igazából az ilyen audio eszközöket. Ami ugye a hangkártyán van mikrofon is, meg hangszóró is. És hogyha mondjuk az egyik csak mint mikrofon, attól függetlenül lehet, hogy a hangszóró részét is használni akarja, úgymond, ami lehet, hogy nincs neki. Bár van, mert ugye a diktafonban is vissza tud hallgatni, tehát van neki saját hangszórója, csak nem tudom, hogy oda visszirányba is vissza lehet-e küldeni mondjuk hangot. Tehát mondjuk a Windows hangok ott szólnak-e a diktafonon, nem tudom, nem próbáltam még. De ha meg nem, akkor ugye kus van, megint csak, mert hát ha nem tudja visszaküldeni, ez olyan, mint a HDMI, hogyha egy monitorra kötsz, HDMI bejáraton keresztül rákötöd a laptopodat egy monitorra, de a monitorra nincs bekötve hangszóró, és a hangkártya ugye úgy küldi ki a hangot, hogy a HDMI mellé a HDMI-n keresztül küldi ki a hangot, és akkor nem lesz hangja a laptopodnak, mert ugye a monitoron nem tud szólni, mert nincs benne hangszóró, viszont mint audioeszköz ott van, tehát ő szólni akarna, csak nem tud. Tehát ugye rá kéne kötni egy hangszórót a monitorra. Na ugyanez a helyzet az audioeszközök esetén is, hogy rádugod, és akkor valószínűleg átállítja, hogy az legyen a hang kimeneti eszköz is, nem csak a bemeneti, és akkor viszont nem lesz hangja a gépednek. Ezt egyébként lehet állítgatni, csak az alapértelmezéseket máshova kell innentől kezdve állítani, mint ahogy most nálam is a laptopon ugye úgy van beállítva, hogy ugye HDMI-n kimegy a kép, ugye a képpultba, hogyha mutatni akarok valamit, akkor meg tudjuk nektek mutatni, de a hang viszont hangkártyán keresztül megy ki, nem a HDMI-be integrálva, azért, hogy rá tudjuk kötni a keverőnkre, ami viszont ugye analóg módon kever. Tehát ezért van ez így megoldva, ez utólagosan állítható. István, így van, ő is posztolta, hogy búcsúzzunk a Mindig TV-t. Könnyes búcsú, köszönjük. Jó.
János, a retrót én is nagyon adnám, Tube-on lehet találni párat, de az nagyon kevés, visszamenni a Vormasos időszakig. Kristófa, hát annyira régi felvételeket nem tudok már nektek elővakarni. Talán nekem otthon vannak DVD magamról felvételek, tehát azokat lehet, hogy föl tudom tölteni, sőt, mintha ezeket egyszer én már föltöltöttem volna valahol, megnézem a csatornámat, hogy mi van ott bent, vagy mi van oda föltöltve, mert ha tudom, és fönn van, akkor publikálom, ha meg nem tudom. Ezt egyszer már megígértem még jó pár évvel ezelőtt, mert ugyanúgy kértétek, ez így időről időre előjön, és egyszer nekiálltam ezt megcsinálni. Úgyhogy majd megnézem, hogy állunk, csak valamiért abba hagytam. Talán azért, mert letiltogatott egy-két adást, ha jól emlékszem, aztán nem akartam bele szarakodni. Jó, a telefonálónk van újabb telefonálónk. Halló, halló! Halló! Szia, Attila vagyok. Szia, egy pillanat, csak én nem... A Facebookról szeretnék mondani egy hát bizonyos értelemben nemetséges dolgot. Igen. Volt olyan, hogy viccből, hát láttam, hogy hülyeséget ért ki, azt írta, hogy Kaposváron jelentkeztem föl a mobilommal. Jó. Akkor kikapcsoltam 5 perc múlva, följelentkeztem, már Budapesten vagyok, ugyanazzal készüléke, ugyanazzal típussal, mondom, ez hogy a franza lehet? Akkor utána mondom, följelentkezek a számítógépbe, az is Kaposvár. Én nem tudtam, de Dunaújvárosban vagyok, és ezt csinálta 2 héten keresztül. Hát mondom, úgy látszik. Az azért van, mert ez a helyzet meghatározás, ez több szinten működik. Uh-huh. Ugye a mobiloknál is, meg úgy egyáltalán, tehát IP alapú első körben. Uh-huh. És ugye az IP címed alapján azonosít be, és az sajnos a szolgáltatók már úgy kavirnyálnak az IP címekkel, pont azért, aminek ugye az az oka, hogy már csak IPv4-ből nagyon kevés van, ezért nagyon sok szolgáltatónél azért belső IP-k vannak már, amik meg megvannak, azokat meg országszerte kiosztogatják, és lehet, hogy ez korábban, mit tudom én, Kaposvárhoz volt jegyezve az IP cím, de most már átjegyezték más városba, vagy lehet, hogy már bárhol kiosztják, viszont ebben az úgynevezett RIPE táblázatba, ami a lokalizációért is felel, tehát hogy egy-egy IP merre található nagyjából, ott nem írták át ez a magyarázat rá, és ezért csomószor mutat hülyeség. Egyébként nekem is így van, nekem Szegedet szokott rendszeresen mutatni. Tehát, hogy... De még ez a két város is elég távol van egymástól. Azért mondom, ennek köze nincs a lokációhoz, ez az IP címből állapítja meg hibásan. Értelek. Uh-huh. A telefon esetén már neccesebb, mert a telefon ugye elvileg tudná pontosan küldeni a helyzetet. Ez attól függ, hogy a GPS információk elérhetők-e, és a helyzet meghatározás be van-e kapcsolva. Ha be van, akkor elvileg pontosan meghatározza, hogy merre vagy. Akkor még egy problémám volt, én nem tudom, mit csinált a Windows 10, de a videókártyáját az eredeti oldalról leszettem. Egy napig jól is működött a YouTube is, meg minden videót jól játszott le, 24 óra múlva fogta magát, lefagyott, nem indult el, meg ilyesmi, akkor utána megcsináltam, jó, akkor tegyük fel, amit esetleg a Windows 10 föltesz. Az működött rendesen, mondom, kipróbálom egy hét múlva, ugyanúgy az eredeti oldalról leszettem, ugyanez a hiba, jó, oké, akkor feladtam, mondom, addig nem fogom cserélni, míg a Windows nem csinál valami újabb. Szóval. Hát félre nem a Windows csinálja, hanem ezt alapvetően a gyártók, csak a Windows úgy időnként a gyártóknak a driverét úgymond teszteli, tehát ő amiket frissül egy gyártónak a driver, akkor azt teszteli, és gyakorlatilag, hogyha ő azt úgymond jóvá hagyja és digitálisan aláírja, akkor onnantól kezdve ő maga is befrissíti a Windows 10-nél, hogyha valakinek olyan hardware van, akkor elérhetővé tesz, és letölti magától. Ezért van az, hogy egyébként általában a gyártók oldalán frissebb a driver, és a Windows-é mindig egy picit le van maradva, mert hát ugye ők azért nem rögtön frissítik le, megvárják, hogy az első teszteken jól teljesítjön, és akkor frissítik csak. De a gyári oldalról töltöttem le, és ott volt hibás. Igen, csak a gyári, hát igen, mert az meg lehet, hogy nem pontosan ugye hozzávaló. Tehát a videókártyák esetén én már mondtam párszor, hogy nem az Nvidia, vagy az Intel, vagy az AMD oldaláról kell a drivert letölteni, le lehet onnan is,
jó esetben működik, rosszabb esetben nem működik, hanem szó szerint a gyártónak az oldaláról kellett. Ugye, az Intel esetében sok variáció nincs, de például egy laptopnál lehetnek már eltérések, mondjuk egy laptopba integrált, vagyis a laptopban található, ugye processzorba integrált, mondjuk Intel UHD, mit tudom, 520-as driver, az lehet, hogy mit tudom én, az adott gyártó módosított rajta valamit minimálisan, és hiába szeded le az Intel oldaláról a drivert, az nem biztos, hogy megy. Ugyanez az Nvidia és az AMD esetén is így van, hogy lehet, hogy mit tudom én, az MSI, vagy a Zafir, vagy az Asus, vagy most mondtam egy pár márkát, akik egyébként gyártanak videókártyát, hiába Nvidia chipsettel gyártja, lehet, hogy valami olyan minimális módosítást végez vele, ami miatt a sima Nvidia-s gyári original driverrel nem fog rendesen működni. Tehát ezért kell az adott gyártónak az oldaláról leszedni mindig a legfrissebb. Azt is megpróbáltam, és ugyanezt csinálta. Hát figyelj, akkor meg hiba. Tehát, hogy olyan előfordulhat, hogy vannak bugok, hogy lefrissítenek egy szoftvert, és nem működik rendesen. Úgyhogy akkor vissza kell állítani az előzőt, aztán kész. Jó. Oké, köszi szépen. Oké, hello, szia. No, pár percünk van még, nézzünk, mi a helyzet itt. Azt mondja nekem, még van VHS-en régi fix tévés warmakos felvétel. Hát gyerekek, akkor digizzétek be, aztán küldjétek el, vagy rakjátok fel ti, vagy én nem tudom, hogyha van ilyenetek. VHS, egyébként nekem is voltak VHS-en is felvételek, csak már magnóm sincs, tehát hogy kazettákat, hát lehet, hogy a padláson vannak még kazetták, de hát azt milyen állapotban lehet az. Aztán csak azért kérdeztem, hogy miért fizet amúgy a Google különböző újságoknak, a Google hírek miatt esetleg, hogy ott is megjelenjenek a portálok hírei? Nem. Hát ezek ilyen támogatások igazából, tehát hogy igen, ez is lehet, hogy igen, átvehesse ezeket a híreket, mert ugye a Google hírekbe is lehet, tehát ugye partnerségi kapcsolatban kell, hogy legyen ahhoz, hogyha tovább közlésre ugye átvesz egy-egy hírt, vagy bekerül a Google hírekbe, tehát ebben is lehet valami, illetve ezek ilyen támogatások, hogy úgy gondolja Google, hogy a szabad ugye sajtókat úgymond, tehát és itt most ezeken van a hangsúly, ezért nem akartam lemenni, mert rögtön politika, ugye, hogy most mi a szabad, meg mit tudom én. Ő úgy gondolja, hogy az igazi tájékoztatást, meg korrekt tájékoztatást nyújtó webportálok számára ő meghirdetett bizonyos mennyiségű pályázati pénzt, amire lehetett jelentkezni, és akkor, hogyha valaki elnyerte, vagy valamelyik internetes portál elnyerte, akkor kapott valamennyi pénzt, vagy kap valamennyi pénzt, ez most van folyamatban. És hát ebből zárták ki az egyik internetes portált, ugye ez a hír lényege, de most tényleg nem akarok ebbe belemenni, érthető az oka, hogy miért zárták ki, szerintem nem kell nagy fantázia megerőltetés, hogy kiderülje, hogy miért nem. Hát már kiderült, hogy nem olyan portál ez, aki olyan túl igaz és korrekt tájékoztatást nyújt. Régen ez volt, most már nem az. Aztán holnap lesz-e a Dani az extrába, a régi Dani, azt mondja, a régi Dani lesz az extrába. Igen, egyébként a régi Dani lesz, a Szűcs Dani lesz a holnapi extrába. Nem, úgyhogy teljesül a kívánságod, a régi Dani lesz. Majd mondom neki is, hogy őt már csak így hívják, hogy régi Dani. Biztos örülni fog. Oké. Hát. Aztán. Micsoda? Komolyan mondom, a Kristóf pörög a foteljébe otthon, ha nézi a műsort esetlegesen. Ugye a régi kolléga, aki csinálta velem ezt a műsort még anno, mert itt írjátok, hogy pont a warm-up-os időszak volt még a régi fixen, aminek nem jogutódja a mostani fix. Mindegy, szóval sanszos, hogy itt a mostani fix oldalon nem fogjuk látni. Ez így van. De valamennyi segítségét fel tudom sorolni a Kristófnak, mert 99,9%-ban azt mondta, hogy húzd újra a Windows-t. Hát figyelj, az sok esetben megoldja a problémát, ezt én is tudom mindenre mondani. Meg egyébként vajon miért restart a műsor címe, ezt is mondtam már nektek párszor, nem? Tehát, hogy, mert egy eszköz újraindítás az esetek 90%-ában megoldja a problémát amúgy, de nem. Tehát a számítógép is a hülyeséget csinál, mit csinál az ember először? Újraindítja. A telefonot hülyeséget csinál, mit csinálsz először? Újraindítod. Ha elmegy a net, vagy szar a neted otthon, mit csinálsz? Újraindítod. És az esetek 90%, de tényleg megoldódik.
Ha nem, na, akkor kell utána menni a problémának. Tehát ezért restart a műsor címe, csak hogy megmagyarázzuk ezt a dolgot is. Úgyhogy hát nem mondott hülyeségeket a Kristóf, csak annak idején ez még nehezebb volt egyébként, ugye informatikailag tudni úgy mond, vagy nem tudom. Hát azért szép lassan fejlődött fel mindenki, én is. Tehát én is ezzel nőttem föl, aztán meg, jó, ezt is tanultam valamilyen szinten, de egyébként nem az iskolába szereztem meg, ne haragudjanak a tanáraim meg úgy egyáltalán, de egyébként, ha belegondolunk, még volt olyan, hogy mi tanítottuk a tanárokat, de mindegy, ezt hagyjuk. Az alapokat persze ők tanították meg nekünk, de aztán utána, hát ugye a new generation mindig túl növi a, ugye a padawan mindig túl növi a mesterét, hogy szokták mondani, vagy mondták ugye a Star Wars-ban is, ez valahogy így van. Hát a mai, nem tudom, Z meg alfa generáció az már úgy ír, meg úgy nyomogatja a mobilját, amit én nem is látok, tehát hogy ő meg úgy nyomogatja, hogy programokat ír rajta, meg nem tudom, tehát hogy fejlődünk, kérem szépen. Na, jó, nagyon nosztalgiáztok így, gyerekek. Ez egyébként annyira jellemző így ránk, magyarokra, és ezt így mondhatom nyugodtan. Egyébként ma én is, képzeljétek el, nem akarok reklámozni, de ilyen régi zenéket játszó rádióállomásra hangoltam ma a kocsiba, meg ültem a dugóba, és már unom a mai zenéket, de halálkom olyan, meg a reggeli műsorvezetőket is amúgy, tehát egyszerűen nincs egy normális reggeli műsor a rádiókban, mióta megszűnt az egyik kedvenc adóm, mindegy, és inkább retro zenét hallgattam, és nagyon jó volt, tényleg, lehet, hogy korral is jár, de úgy jó néha egy kicsit nosztalgiázni. Úgyhogy értem én, hogy jól esik a régi dolgokat visszanézni, meg visszahallani, na majd csinálunk valami kis csokrot nektek ebből. Kívánság kosár Wendyvel, vagy nem tudom. Jó. Most mit rögsz? Mi a Győzike is most ezt csinálja valamelyik csatornán, most indult el valami műsora, nem? Hogy így kívánságokat teljesít. Tehát hol élünk? Jó, hogy nem pöttyös labdát dobálkat, mint Tibi bácsi annak idején. Tehát, hogy... Na jól van, elbúcsúzok tőletek, jó, mert lejárt a műsoridő. Holnap akkor extra Danival, meg velem, úgyhogy érdemes lesz nézni bennünket, összefoglaljuk a hét legfontosabb IT eseményeit, meg persze számítunk a ti figyelmetekre, hozzászólásotokra is, úgyhogy holnap találkozunk, szevasztok!